Kedves mindjárt tisztelt kollégám, kollégák, nagy örömmel üdvözlök mindenkit a tatárjárásról sok szemmel, régi kérdések, új válaszok, előadás sorozat mai előadásán. Én Nagy Balázs vagyok, a tatárjárással foglalkozó Nemzeti Kutatás és Fejlesztési Hivatal által támogatott kutatási program egyik résztvevője és vezetője, és ez immár az előadás sorozatunk 9. szemesztere, vagy 9. fél éve, amit általában az őszi és tavaszi fél évben rendszeresen tartjuk ezeket az előadásokat. A nyári szünet előtt, ez az utolsó előtti előadás, bocsánat, június elején Zimony István professzor urat fogjuk meghallgatni, amelyre ezúttal is örömmel hívok minden érdeklődőt. A mai előadást pedig Rácz Tibor fogja tartani. Rövid bemutatásként csak annyit, hogy Rácz Tibor Erdélyben született, és az ottani tanulmányai után az ELTÉ-n szerzett régész diplomát, középkori és népvándorláskori régészetet tanulva, a Ferenci Múzeumi Központ régésze Szentendrén tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem régészeti képzésében. Doktori tanulmányait szintén az ELTÉ-n végezte középkori régészeten, disszertációja az Árpád-kori Pest megyei részének település történetével és falusias településeivel foglalkozott. Ennek nyomán jelent meg 2019-ben a monográfiája, a Pesti síkság falvai a magyar honfoglalástól a 14. századig. Ez a munka nagymértékben támaszkodott a régióban végzett nagyfelületű megelőző feltárlások és leletmentések eredményeire, és új megvilágításba helyezte a falurendszer kialakulásának kérdését az ország középső régiójában. 2015 óta kiemelkedő szerepet játszik a hazai közösségi régészeti programok megvalósításában. Egyik létrehozója és irányítója a Közösségi Régészeti Egyesületnek, amely a hazai múzeumbarát fémkeresős kutatók egyik legfontosabb szervezete. Az ő irányításával szerveződött meg az első hazai közösségi régészeti konferencia és a Szentendrei Múzeumban megvalósult nagyszabású kiállítás 2021-ben Kincskeresés Kaland Tudomány címmel. Tagja a Nemzetközi Rurália Szervezetnek, amely a középkori falusias települések régészeti kutatásának legfontosabb fóruma. Közösségi régészeti programok szervezésével vett részt a tatárjárás program terepmunkáiban, így a Muhi csatatér komplex régészeti kutatásában. Több nemzetközi szervezetben és konferencián is bemutatta a magyar közösségi régészet helyzetét és legfontosabb eredményeit. Nagyon örülünk neki, hogy elfogadta a felkérést a mai előadásra, és minden további készletkezést nélkül átadom neki a szót, hogy tartsa meg az előadását. Egyben a jelenlévőket arra szoktuk kérni, hogy a körbe adott jelenléti ívet adminisztratív okokból legyenek szívesek aláírni. Köszönöm. Na, jól látszol. Megpróbálom elindítani a közvetítést is. Ha jól követem az utasításokat, akkor a share screen-t kell nyomnom, és akkor innentől kezdve elvileg látható és követhető online is az előadás. Kedves Balázs, kedves kollégák, és kedves hallgatóság, én is köszönöm szépen a meghívást, hogy Pest megyei ásatási eredményeinkről ezen a fórumon is beszámolhatunk, és köszönöm szépen a részletes bemutatást is. Ehhez ugye annyit tudok hozzáfűzni, hogy tényleg a szívem csücske a Árpád-kori településeknek a régészet kutatása, és a tatárjárás, ez egy bónuszként jelent meg az életemben, mondhatni. Azt nem mondom véletlenszerűen, mert azokban nem hiszek, viszont ezek így összefonódva a sok véletlen egy idő után egy valóságos kutatási program kibontakozásához vezetett, és ugye ebben ténylegesen szerepe is volt annak az önkéntesekből álló hálózatnak, amely jelen pillanatban a Közösségi Régészeti Egyesület
keretein belül tevékenykedik. Témára rátérve, hogy a 19. század közepe óta a történeti kutatás fokozott érdeklődés mutat tatárjárás eseménye iránt, és már nagyon régóta felmerültek olyan releváns kérdések, mint például a pusztítás mértéke és a hatása a korabeli populációra és a település hálózatra, és ugye ezek azóta is nagyon élénken foglalkoztatják a kutatást. Kérdés az, hogy mi az, ami jelen pillanatban erről mondható, tehát egy település régész erről hogy tudok nyilatkozni az új adatok, az új módszereknek az ismeretében, illetve hogyan jellemezhető a kutatás jelenlegi állása és melyek a perspektívák. Ebben az előadásban alapvetően a település régészetnek a kompetenciáját szeretném egy kicsit megvizsgálni, körbejárni. Milyen vonatkozásokban tud a település régészet a mongol invázióhoz hozzá szólni, és milyen adatokat tud szolgáltatni, és az elméleti meg a módszertani kérdésfelvetés kapcsán alapvetően a Pest megyében folytatott tervásatásokra, tehát a leletmentésekre fogok támaszkodni. Tehát nyilván az a kérdés, hogy milyen hatása volt a korabeli település hálózatra a mongol pusztítás. Bocsánat, nem tudom, mivel lépek tovább. Nem. Nyilakat nyomom. Enter. Nyilakat nyomom. Nyilakat nyomom. Hogy most menni tudom. Jó, szuper, köszönjük. Igen, tehát a régészeti kutatás kiinduló pontja nagyon sok esetben egy történeti kérdésfelvetés, vagy egy történeti narratíva, és hát ugye a történettudomány a saját forrásbázisával, saját módszertanával próbálja megválaszolni azt a kérdést, hogy hogyan hatott a korabeli település hálózatra, a populációra, a tatárjárás, és ugye ehhez a kérdéskörhöz a régészet egyre fokozódó mértékben szolgáltatott adalékokat, és az utóbbi időszakban azt is elmondhatjuk, hogy ezek nem csak adalékok, hanem tulajdonképpen formája az erre vonatkozó szakmai konszenzust. Most ezt csak felvillantani szeretném, ezt a kört mindenképp muszáj volt megfutni, és néhány vonatkozását akarom ennek a hosszú kutatás történetnek kiemelni. Itt nyilván mindenki, aki ezzel a témával foglalkozik, átvágta magát ezeken az írásokon. Tudjuk, hogy a Györfi György és Kristó Gyula közt húzódó mindenféle ellentétek, ugye ebben is elég szélsőségesen nyilvánulnak meg ebben a vélemény nyilvánításban is, és már nagyon hamar 60-as évektől keletkeztek olyan írások, amelyek ugye azt mutatták meg, hogy azokat az adatokat, melyek kifejezetten az elbeszélő forrásokra hivatkozva az ország teljes pusztulásáról számoltak be, ezeket fenntartásra kell fogadni, hiszen a falvak 13. századi pusztásodásának számtalan egyéb oka is volt. Szűcs Jenőt szeretném kiemelni, aki ugye hosszú távú, hosszú lefutású perspektívában, eseményekben gondolkodott, és ugye arra világított rá, hogy számtalan egyéb esemény is zajlott ezzel párhuzamosan, például a termelői, gazdasági termelői rendnek az átalakulása, a prédiumoknak a megszűnése, ugye szintén a település pusztásodáshoz járult hozzá. Illetve ugye régészeti adatok kezdtek arra rávilágítani, ahogy ugye előkerültek az első eredmények, hogy a pusztítás az ország területén nagyon egyenetlen volt, és ez az írott forrásokkal is teljes egészében összhangban áll, hiszen tudjuk, hogy a mongolok a Duna vonalát csak jóval később lépték át, és olyan szisztematikus pusztításra nem kerülhetett sor, mint az Alföldön vagy az erdélyi területeken. Ugyancsak az események értékelésének a hosszú távú perspektívájára hívta fel a figyelmet a 2018-as kicsit szintetikus igényű cikkben a Laszoszki József, Stephen Power, Romány Beatrix Ferenci, László és Pinke Zsolt szerzőgárda, és azt is kifejtett, hogy egyszerűen nincs elég adat, hogy azt megvilágítsuk, hogy milyen népességszámmal kell számolni a 13. század közepetáján, és csak jóval később vannak olyan összeírásaink, amikor meg tudjuk becsülni a népességszámot, tehát nem tudjuk számszerűleg kifejezni a pusztítás, viszont egy olyan új elem is megjelent ebben a diskurzusban, ami
valószínűleg ugye tovább fogja mozdítani a kutatást, és ez a hálózatelemzés. Ugye korábban is fölmerült a kutatásban, hogy a pároknak a várhálózatnak az elhelyezkedése, a kővár építészet nyilván olyan területeken tudott megvalósulni, ahol volt elegendő gazdasági erő és lakosság, hogy ezeket felépítse, de például a pápai tizedjegyzék egyházainak a összeírásai, a térképevetítése szintén egyfajta indikátorként jelenik meg ebben a narratívában, és ugyanígy az álló templomok szintén mutatják, hogy milyen területeken volt erősebb pusztítás, és melyeken volt kevésbé erős. Illetve ehhez egy dolgot szeretnék hozzáfűzni, hogy a települések pusztulásának a legfontosabb indikátorai azért mégiscsak a települések, tehát a település kutatást ebből nem érdemes kihagyni, viszont ez egy sokkal elkötelezettebb, módszeresebb kutatást igényel, hiszen fáradtságos kutatással lehet mondjuk egy régió vagy egy mikrorégió településeit feltérképezni, ezeket keltezni, és ezeket egy hosszabb távú perspektívában szemlélni. Tehát, hogyha a régészetre térünk, ugye, ami a régészet világát illeti, 2000-es évek elejétől vált be egy elég komoly változás a magyarországi kutatásban. Olyan számban kezdtek előkerülni a mongol invázióhoz kapcsolódó régészeti emlékek, ami példátlan volt korábban, és ugye ebben az autópálya régészetnek volt kiemelkedő szerepe, ami felszínre hozta az elpusztított településeknek a maradványait, nem teljes falvakat, de házakat, és ebben ténylegesen ott voltak a temetetlen halottak, illetve ezzel párhuzamosan, illetve egy kicsit később talán ilyen fázis eltolódással a fémkeresőzés kezdett olyan emlékeket felszínre hozni, kincsleleteket, több időszakban már gyakorlatilag évente, vagy akár évente többet is, amelyek egy másik típusú forráscsoportot alkotnak, és mindezeknek köszönhetően a régészeti kutatás a tatárjárásnak fellendült, olyannyira, hogy kutatási irányzatok alakultak ki, vannak kutatócsoportok, amelyek egyes témával foglalkoznak, szakosodnak egyes dolgokra, és mindezt ezt a pezsgést jól mutatja például a Carmen Miserable konferencia, annak a tanulmányai, ahol ilyen anyagközlésekre és módszertani igényű cikkekre is és publikálásra kerültek, és ugye ez folytatódott, hiszen a feltárások is folytatódtak, és a leletek száma is megsokszorozódott, és a tavaly megtartott konferencia kötet, illetve semmi konferencia kötet még nem készült el, de a konferencia előadásai szintén azt mutatják, hogy továbbra is óriási az érdeklődés a téma iránt. Hogyha a település régészet illetékességét nézzük meg, ugye a mi módszertanunkkal több témakörben is vizsgálhatjuk a mongol inváziót, egész széles spektruma van ennek, én ezeket oda ki is vetítettem. Tehát amit az előbb említettem, ennek az elpusztult falvaknak a kutatása, ez jobbára véletlenszerű. Tehát ahol a nagy beruházások, ahol ezek a projektek megvalósulnak, ott időről időre véletlenszerűen előbukkannak ezek a településnyomok. Viszont vannak tervezett kutatások, és ilyen például a falusi védelmi rendszereknek kutatása, amit ugye jól tudjuk, hogy Bács-Kiskun megyében célzottan kutatnak. Viszont ugyanez érvényes a kincsleletek kutatására is, ez is egy olyan téma, amit lehet célzottan kutatni régészeti módszerekkel, illetve az elmúlt időszakban ténylegesen azonosítható és tényleges kritériumokkal rendelkező rejtekhelyeket, menedékhelyeket is sikerült azonosítani a régészeti kutatásnak, és végül nem utolsó sorban hadszintér kutatást is szeretném megemlíteni. Itt az előadásban egy picit ezekre a témákra kitérve szeretnék végigmenni. Hát ugye kincsleletek, nyilván ez a legtöbb régésznek ez a kedvenc témája, többféle típusról beszélhetünk, vannak éremkincsek, vannak ékszerek, vannak vasdepó leletek, vannak továbbá ugye vegyes kincsleletek, illetve előfordul az a szituáció, amikor ugyanazon a kisebb területen egymás mellé ásnak el vasdepó leletet, vagy más-más típusú kincsleletet is. Hát egy ilyen kincslelet nyilván az elrejtő, pontosabban az elrejtő család vagy háztartásnak a gazdasági potenciáját mutatja meg. Pontos adatokat nem tudunk, hiszen nem tudjuk azt, hogy milyen az értéke feküdt az illetőnek lábasországban vagy ingatlanban. És ugyanakkor
elég gyakran fordul elő ezekben a lett együttesekben a pénz, ami egy konkrét értékmérő, és hát ezeknek az éremkincseknek az elemzése is elég összetett következtetések levonására alkalmas, például a vagyon felhalmozására, megőrzésére, pénzforgalomra vonatkozóan, de azt hiszem a régészek számára érdekesebb az eszközlelet, vagy az éremkincsek mellett az ékszerek, hiszen ezek jóval komplexebb információk vagy következtetések levonására alkalmasak. Tehát minél bonyolultabb egy lelet együttes, vagy maga egy lelet, annál több információt tartalmaz egy végés számára. Tehát itt fontos az, hogy milyen nyersanyagból készült, melyek az analógiái, milyen tárgyakkal van együtt, ezeknek a tárgyaknak mi az eredete. Tehát, hogyha közösen tudjuk értékelni ezeket a tárgyakat, akkor messze menő következtetéseket vonhatunk le, például a kereskedelmi kapcsolatokra vonatkozóan. Az is egy fontos, és igen, már többek által hangsúlyozott körülmény, hogy ezekben a kincsekben megjelenő tárgyak olyan tárgyak, amelyek nem nagyon kerülnek elő településeken, nem nagyon kerülnek elő sírokban, hiszen értéket jelentettek, és ezeket újra hasznosították, és tulajdonképpen sok esetben egyes típusokban nincs is más adatunk, mint ami recording in progress. Ezekből a kísérletekből előkerül. Ha konkrét példát nézzünk meg, ez az egyik ugye, általunk vezetett feltárás emlékanyaga, és kedvencünk a Jászkara Jenői kisharangosi dűlőben feltárt vegyes kincseleteknek az elemei, hát ebben ugye voltak fizeti denárok, illetve voltak ékszerek is. Itt előfordul a korszaknak az olcsó ékszere, ez a köpüskarika, de volt egy érdekesebb tárgy is, például ez a gránátköves aranygyűrű, ami törött volt, és törött állapotban került ebbe a lelet együttesbe, tehát az azt jelzi, hogy tisztában voltak ennek az értékével. Ezt egy ékszerésze meg is nézettük, és mondta, hogy a kultúrtörténeti értéke mellett maga a gránát is egy értékesebb darab a különböző bubott zárványok miatt, amelyek ebben benne vannak. És ennél még különlegesebb ez a fejékszer pár, ami ugye aranyból készült filigrán meggranulációs technikával, és hát amelynek elég komoly súlya van, tehát ez biztosan nem a társadalom legalacsonyabb szintjén álló csoportjai hordták, vagy mondhatták magukénak, és ezeket a tárgyakat ténylegesen hordták. Tehát aki ezt tulajdonolta, ez meg is akarta mutatni ezzel a gazdagságát, hiszen kopás nyomok vannak rajta mindkét tárgyon, illetve használatára vonatkozó egyéb információkat is nyertünk. Tehát ugye egy textil fonadék került elő a gyöngyökbe fűzve, ami talán arra utal, hogy hajba fogva viselték, bármennyire az embereket ismerik, akár arra is, az is elképzelhető, hogy ilyen hatalmas bőköncöt a fülükbe is beleraktak. De nem is ez az érdekes, hanem az, hogy ez egy elég egyedülálló tárgy. Ugye Magyarországon tehát ilyen filigrán díszes tárgyak, inkább fejékszerek, inkább ezüstből készültek. Ami aranyból készült, az elég ritka. És hogyha megnézzük ennek a tárgynak a kapcsolatrendszerét, akkor ez a Rusz felé vezet minket, ami ugye azt jelzi számunkra, hogy a tatárjáráskor elrejtett ékszerek, kincsek alapvetően ki tudják rajzolni a korabeli Magyarországnak a gazdasági kereskedelmi mintázatát is. Tehát nem véletlenül, nem csak ezek a tárgyak azok, amelyek ugye a Ruszhoz mutatnak kapcsolatot, vannak nagyon jó egyéb leleteink, amelyek ugye Bizánchoz, illetve Nyugat-Európához is kapcsolatokat mutatnak, és ugye a tatárjárás lelethorizontja különösen alkalmas arra, hogy meghatározzuk ezeket a mintázatokat, hiszen ebben az időszakban nagyon nagy mennyiségű értékes mintát került a földbe. Tehát ugye ez alkalmas arra, hogy gyártási körzeteket állapítsunk meg, kereskedelmi útvonalakat állapítsunk meg, illetve piackörzeteket. Nyomon követhetjük a divat, vagy különböző technológiáknak a terjedését is. Tehát ez egy kísérleteknek egy nagyon pozitív tulajdonsága, hogy ilyen messze menő következtetések levonására alkalmasan. Amit régészként fontosnak tartok hangsúlyozni, az a kontextus. És itt a különbséget tennék a szűkebb és a tágabb kontextus közt. A szűkebb kontextus alatt arra gondolok, hogy maga a
leletegyüttes vagy a tárgy milyen objektumhoz kötődik, mi a befoglalója ennek az együttesnek. Lehet ez egy leégett ház, lehet ez egy septében vásott gödör, vagy egy csöves csont, vagy egy kerámia, amelyekre ugye mind van példánk, hiszen ezek a tárgyak a konkrét esemény lezajlására utalnak, tehát az adott pillanatban meghozott döntések milyen lehetősége nyílt meneküléskor az illetőnek, hogy hogyan rejtse el a vagyonát. A példa, amit itt kivetítettem, ez a Jászkara Jenői feltárásunk, ugye előzetesen egy múzeumbarát fémkeresős találta meg a felszínen a frizati denárokat, nyilván jelentette ezt az intézményünk számára, és itt egy párnapos mentolásatást folytattunk, ahol személyeket nyitottunk, és elvégeztük ezt a feltárást a kontextus minél aprólékosabb megismerésére. Így az derült ki, hogy ezeket az érméket kb. 40 cm-es mélységbe ásták el, és ebben a mélységben szántotta szét ezek ilyen 10-12 méter hosszú, 6-8 méter széles ovális foltban, és nem találtunk olyan régészeti objektumot, amihez ez köthető lett volna, mert még magában a humusz rétegben volt. Tehát arra lehet következtetni, hogy ténylegesen septében ásták el, és tovább mélyülve egy rendkívül vastag humusz réteg volt ezen a lelőhelyen, találtunk olyan régészeti objektumokat, amelyek részben megelőzték, meg részben követték a tatárjárás időszakát, tehát ez egy élő település volt a helyezés pillanatában. A tágabb kontextus az ugye a tágabb értelmezési keretet jelenti, tehát itt a falura gondolok, ahol elrejtették a leletet, és ugye ez is sokrétű információt tartalmaz. Itt ugye azt szeretném elérni, hogy egy ilyen reflex alakuljon ki a régészekben, hogy ne csak a kis lelettel magával foglalkozzanak, hanem ténylegesen, és itt járják körbe azt is, hogy ez honnan, milyen körülmények között került elő. Hát ezt a települést mi fémkeresőkkel és fémkereső nélkül is alaposan lejártuk. Kiderült, hogy ez egy korábban ismert régészeti lelőhely volt, aminek ennek következtében módosult a kiterjedése. Meg lehetett határozni, hogy hol van az Árpád-kori falunak a magja, a perifériája, a kincset az Árpád-kori falu szélén rejtették el. Viszont az is kiderült, hogy kimutatható a folyamatosság ezen a településen. A 13, 14, 15, 16. században folyamatosan lakták, folyamatosan kerültek elő leletek ezekből a századokból. Tehát a település nem pusztult el a tatárjárás során, ami egy nagyon fontos dolog, hanem meggazdagodott, kicsit átalakult a struktúrája, viszont tovább élt. Ugyanez a helyzet mondható el Ótvarasz pusztáról. A régészek számára ez egy jól ismert lelőhely, hiszen a Parádi Nándor már klasszikusnak számító Pénzekkel keltezett 13. századi ékszerek című tanulmányában a Ótvarasz pusztai kincseknek a bemutatásával próbáltam a tatárjáráskori lelethorizont elemeit értékelni. Ebben egyébként szép számban múltak más Pest megyei lelőhelyek is, például az Abonyi vagy a Gödöllő Babati. És hát ugye a fémkeresők használatának segítségével itt Nagy Balázs kollégámat kell megemlítenem, aki ezeket a régebből ismert 60-as években előkerült kincseknek a helyét újra azonosította, talált hozzájuk újabb érmeket, illetve azonosítottuk ezt a Cséfharasz, Pótharasz pusztai régészeti lelőhelyet, ami egyébként a fémkeresőseknek a mekkája, és már csak ezért is minden évben végzünk ott hitelesítő kutatásokat, mert mindenki szeret itt fémkeresőzni, és itt a Árpád-kori falu területén került el egy újabb élénkincs, tehát ugye ez azt jelzi, hogy ezt a mikrorégiót elég erősen érintette, sújtotta a tatárjárás. Hát itt második András érméből összetevődő érem együttes került a felszínre, illetve több még erre a korszakra kelteszhető lelet, és itt is ugyanaz a szituáció, mint amit Jászkara Jenőn figyeltünk meg, hogy az Árpád-kori falu nem pusztult el, hanem a késő középkorban tovább élt, egy virágzó mezőváros alakult ki a helyszínén. Ennek a mezővárosnak sikerült a lakóépítményeit is azonosítanunk, a felszínen gyönyörű szépen rajzolódnak ki, és már csak azért is sikerült ilyen gazdag várossá fejlődnie, mert a Nagykörösre Budára vezető út mentén helyezkedett el. De ugye ezek a példák azt mutatják, hogy hogyan is kell valójában elképzelnünk az Alföldet ért csapást. Tatárjárás ezeken a részeken biztosan elérte a település hálózat egészét, viszont nem pusztultak el a települések, tehát nem az történt, hogy örökre pusztaságá váltak, hanem a lakók visszatértek, halottakat eltemették, az élet folytatódott.
A kísérletek kutatásának még egy vonatkozását szeretném kiemelni, amire már többször is utaltam, és ez megint egy ilyen módszertani kitérő, ez a felelősségteljes vagy múzeumbarát fémkeresőzés. Ugye egyre nagyobb szerepet nyer a múzeumok, illetve a régészeti kutatásban is, a múzeumok életében is a múzeumbarát keresőzés, és pont ennek hatására rendkívüli módon megszaporodtak a felfedezések ebben az időszakban, és nagyon pozitívan befolyásolja a kutatás, hogy egy kincslelet felfedezése után annak a leletnek a kutatását régészeti módszerekkel folytatjuk. Tehát a régész vesz részt ezeknek az érvekincseknek a feltárásában, ahol sikerül a kontextust nagyon részletesen dokumentálni, módszeresen dokumentálni, és gyakorlatilag kialakult a kincsleletek megmentésének a módszertana, ami korábban nem volt elmondható, mert hogy nem sikerült régészeknek kincseket találni. Erre csak nagyon röviden mutatok egy példát, ez a legutóbbi feltárásunk 2021-es Ceglédberccel Krutzer-tanyán folytatott feltárás, ahol ugye megint ez a klasszikus szituáció volt, hogy egy múzeumbarát keresős talált felszínen több tucatnyi vízai érmet, és ennek következtében ugye mi egy felvásatást kezdeményeztünk a helyszínen, hát több hónap telt el, amíg ezt sikerült megvalósítani, viszont itt már előzetesen biztosítani kellett, hogy ezeknek a leleteknek ténylegesen legyen anyagi fedezete, hogy restaurálni tudjuk. Mindegy, ez mellékes itt a módszertanra annyit, hogy egy szelvényi rendszert nyitottunk az éremkincs sűrűsödési pontjaira, és ezekben a szelvényekben egyszerre egymásra párhuzamosan folytatjuk a bontást, ugye ásanyagonként haladva, és minden egyes ásanyag után a felület megpucolása után kijelöltük ugye az újabb jeleket. És hát ezeket térképen vetítettük, folyamatosan mértük RTK-val az érmeknek a előkerülési helyét, illetve amikor elbontottuk a humusz réteget, ugye megjelent a rejtés helye, ahol ugye finombontást folytattuk. Itt tulajdonképpen két rejtésről beszélhetünk, hogy az éremkincs, ami 20 cm-es, 30 cm-es mélységben volt elhelyezve, itt is a kontextust a szántással már elpusztították, viszont volt egy vasdepó lelet is, amiből a legfelső elemet, a csoroszját mozdították ki, valamennyire ez helyezkedett el a humuszrétegben, viszont az altalajban mélyedve ott találtuk a kengyelt, a békjót, a lóvakarót, meg egyéb vasakat. Itt egy térkép arról, hogy hogyan is kell ezt elképzelni, ezek az X-ek az érmek szóródását mutatják, és mutatja, hogy ténylegesen volt ennek is egy pontja. Hát ezt, hogy a korabeli település szerkezetben hogy kell elképzelni, nyilván valami fatövébe, vagy egy nagy kő mellé ásták ezeket. Ezek az éremkincsek a közösségi régészeti program keretein belül kerülnek elő. Elmondhatjuk, hogy ez rendszeres és tervezett terepi tevékenység, mivel van egy fémkeresősökből álló hálózat, amely segíti a múzeumnak a munkáját. Időről időre a nagyszámok törvénye alapján jutunk olyan információkhoz, hogy a tatárjáráskori lelethorizont egyes elemei felbukkannak a megyében. Ezek tipikusan a kölni, tríri, frizaki denárok, amelyek összetapadva, elzöldülve jelennek meg, illetve az egyéb ékszerek, meg lehetjelemek, és mikor elég nagy mennyiségben kerülnek el, akkor sejteni lehet, hogy egy újabb ilyen potenciális helyszín került elő, és hát jelen pillanatban is több ilyen potenciális helyszín ismerünk a megyében, amelyek egész egyszerűen csak arra várnak, hogy kutatást végezzünk. Szintén a közösségi régészet volt az, ami melynek kapcsán lehetőségünk nyílt a bekapcsolódó MUMI csatatér kutatásába, és itt ugye erre is szeretnék kitérni, mert ez is a település régészetnek az eszköztárát. Hát ugye régóta foglalkoztatja a kutatást, és a mai napig megoldatlan a csata pontos helyének az azonosítása, nem is értem, miért annyira izgalmas számunkra, de óriási erőkkel, több tudományterület összefogásával dolgozunk azon, hogy ez előkerüljön. Aki ott volt a tavalyi konferencián, emlékszik rá, hogy itt numizmaták, orientalisták, illetve környezetrégészet, környezetföldrajz képviselői mind-mind-mind a saját tudományuk eszköztárát felhasználva járultak hozzá ennek a témának a kutatásához, és még mindegyiknek van relevanciája, csak nem mindig hozhatók közös nevezőre ezek a tudományok, de nagyon érdekes információk derülnek ki például
arra vonatkozóan, hogy a mai környezetet milyen, mennyire lehet komolyan venni mondjuk a csata helyszínenek azonosításában, hiszen a sajó vedermáltozásai, az egyéb természetföldrajzi folyamatok teljesen átalakították a környezetet. Lényeg az, hogy a Muhit csatatérnek is van régészete, és a régészet az a tudomány, aminek nem csak a módszerei, de a forrásbázisa is elég intenzíven gyarapszik. És ugye ebben a kutatásban a régészet, a konfliktus régészet és a település régészet eszköztárát is használja. A konfliktus régészet alapvetően az okokozati viszonyokkal foglalkozik. Miért jött létre az esemény, hogyan zajlott le, hogy történt a csata, hogy milyen pusztítás történt, a halottakat keresi, a sebesülésnyomokat, a tömegsírokat. A település régészet itt is egy kicsit tágabb perspektívában gondolkodik, foglalkozik a település pusztásodással, általában település pusztulással, topográfiai adatokat használ, illetve bevonják a környezetrégészet és a közösségi régészeti eredményeket is. És itt is szeretném fölhívni a figyelmet, sajnos a címek azok rendszeresen lemaradnak. Akár csak a kísérletek esetében a tágabb értelmezési keretre. A csatatér az egy viszonylag szűk értelmű fogalom, és ehelyett sokkal jobb szeretjük használni a hadszíntér fogalmát, ez nem csak a jelentéstartalma tágabb, hanem földrajzilag is egy kicsit tágabb, hiszen magába foglalja a táborhelyek, a felvonulási terület, az összecsapás helyszínek a kutatását, a menekülési útvonalakat, illetve a tömegsírokat is. Az írott források alapvetően a Muhi csatának a sajó partján lejátszódó lényegi elemeit emelik ki rendszeresen, és erről írnak legrészletesebben, viszont már ugye, ekkor is egy csomó periférikus eseményen kell számolni, tehát a települések feldúlásával, kicsi leletek elrejtésével, amelyek a csata környezetét szegélyezik. És ugye ezen a részen fokozottabb mértékben várhatók ilyen típusú leletek. Tulajdonképpen az első olyan régészeti leletek vagy jelenségek, amelyek a csatával hozhatók összefüggésbe, azok mind ilyen periférikus események lehettek, és az autópálya régészet kapcsán kerültek elő. Itt például a Helyőkeresztúr vizek közi Veremházon megtalált leletegyüttesre utalók, hogy volt már ilyen feltárása. Valósi környezetben szokatlan tájtípusok bukkantak föl, olyan keltezéssel, amelyek ugye nagyon közel esnek a csata időpontjához, illetve egy olyan helyszínen, ami szintén a csata feltételezhető közelségében van, tehát a feltáró nem véletlenül hozta összefüggésbe a csatával, illetve egy előkelő menekülésével ezeket a tárgyokat, illetve a másik érdekes leletegyüttesünk a Muhi mezőváros ásatása során előkerült 13. századi gödör, ahol rendellenes helyzetben tömettek el pénzekkel keltezve és keleti típusú fegyverekkel néhány elhújtat, amely szintén valamilyen periférikus eseménye lehetett a Muhi csatának. Hát hogyan lehetne ezt a helyszínt jól azonosítani? Nyilván jó lenne megtalálni a sajóhidat, a sajóhid lokalizálása kulcsfontosságú lenne, és ezt ennek is van egy módszertana, ugyanis egy híd nyilván egy úthálózathoz kötődött. Az úthálózat nyilván egy település hálózatba ágyazódott be, tehát a település hálózat kutatásával, település régészeti eszközökkel, képességgel ehhez is közel lehet jutni. Ezt csak így zárójelben mondom, ezzel a kutatás, ugye Pusztai Tamás és Bornár Tamás foglalkozik, és a kisebb település régészetnek az eszközeit használják ehhez. A másik nyilván a csata tömegsírjainak a megtalálása lenne, hát hiába készült el ez az emlékmű, fogalmunk sincs egyelőre arról, hogy hol vannak eltemetve ezek az elhunytak, és talán majd egyszer egy véletlenszerű esemény a felszínre fogja hozni ezt a helyszínt is. Most aki egy csatatér kutatásával, vagy hadszíntér kutatással foglalkozik, picit más stratégiát vagy módszereket kell alkalmazzon, mint ami megszokott a régészetben, hiszen egy csata helyszínének a megválasztása más stratégiai megfontolások alapján történik, mint például egy településnek a helyének a meghatározása. A csaták rendszerint gyors lefolyása, tehát egy-két nap alatt ezek lezajlottak, ugyanezt történt ugye a Muhi esetében is, és ez alatt az egy-két nap alatt egész egyszerűen nem tud képződni olyan régészeti emlékanyag, ami feltárható, kutatható lenne, illetve
ha képződik is valami, az a legnagyobb valószínűséggel nem mélyed bele a földfelszín alá. Tehát a klasszikus régészeti módszerekkel, mint az ásatás, vagy akár éppen a talajradarozás, nem biztos, hogy ezeket meg tudjuk fogni. Tehát ezek nem járnak jelentős talajbolygatással. Van ugye az írott forrásokban adat a Muhi szekértáborra, amit a kutatók mindenféle párhuzamokra hivatkozva ténylegesen hitelesnek fogadnak is el. Na most, hogyha egy ilyen szekértábor leég, nyilvánvalóan hagy maga után valamennyi vas anyagot, illetve szereléket, viszont ugye ezt is borzasztó nehéz kiválogatni a földfelszínen található egyéb szemét közül. Tehát az a módszer, amivel ezt a leghatékonyabban lehet kutatni, az ténylegesen a fénykeresőzés, és az úgy a hatékonyabb, hogyha nagy létszámba végezzük, tehát itt a múlt csatatér kutatás során ugye három kampányt szerveztünk, mind a három alkalommal 70-80 fő vett részt, óriási területeket lehet átfésülni, viszont ugye még mindig ott van az, hogy 100 számra, vagy éppen 1000 számra kerülnek be azok a tárgyak, amelyek akár éppenséggel régészeti korúak, viszont ezekből a tárgyakból ki kell szűrni azt, ami ténylegesen utal a csata lefolyására. Most ugye egy Árpád-korban lejátszódó csatáról van szó, tehát itt nem lehet reguláris hadseregeknek a felszerelésével, mundérgombokkal vagy egyéb felszereléssel számolni, tehát a csatának a legjobb mutatója a Nyílhegyet lehet. És hát van is egy olyan helyszínünk, ami egészen biztosan egy konfliktus helyszín, hiszen számtalan Nyílhegy került elő, a ruházati kiegészítők kerültek elő, illetve érmek kerültek elő, és nem került elő egyéb települési anyag kerámia, ami azt jelzi, hogy biztosan nem egy Árpád-kori falura bukkantunk, hanem valamire, ami az Árpád-korban lezajlott. Ugye ezeket az emlékeit vetítem itt ki, viszont ezzel egyedüli az a probléma, hogy ez egy kicsit későbbinek tűnik, mint a határjárás időpontja. Viszont ugye ezzel a módszerrel lehet kiszűrni, hogyha tovább folytatjuk a kutatást. A kutatás jelenlegi állására most még ezt a térképet hoztam illusztrációként, ami egy önveszem mutatja a bejárásainkat, tehát ezek a pöttyök, azok a megtalált leleteknek a helyszíne, illetve a nyomvonalakat is fölvetítettük ide. Hát több száz, vagy éppenséggel 1000 ilyen fémtárgyat kell nekünk átnézni, és ez a munka jelen pillanatban is folyik. Ezt Horváth Antóniával, Laszoszki Józseffel közösen végezzük. Valószínűleg egy pár év múlva ki fogjuk szűrni ezekből azokat az elemeket, amelyek összefüggésbe hozhatók a múlt csatával. Hát eddig egy alkalmat sikerült a Miskolci raktárba töltenünk, de ezt majd folytatni fogjuk most nyáron. A múlt csata ugye királyi haderő vereséget szenvedett, és megnyitotta az országot a mongol gyulásra, és a lakosság számára tulajdonképpen két opció volt, vagy megpróbál kis csoportosan, lokálisan ellenállni, vagy menekül. Hát ugye az Alföldön alapvetően ugye Bács-Kiskun megyéből egyre több helyről vannak olyan információk arra forgatókönyvben, amikor a falu népe összegyűlt és megerődített a legnagyobb épületet, a falu templomát és a sáncok mögé húzódva várta az ellenséget, vagy inkább a sorsát. Illetve hát most én erre nem is nagyon szeretnék kitérni, bár ugye Pest megyében is vannak jelek arra, hogy ilyen típus erődítmények léteztek. Viszont van egy olyan másik régészeti objektum típus, vagy lelőhelyi csoport, amivel még kevesen foglalkozott a kutatás, és ezek a menedékhelyek. Nekünk 2019-2020-ban volt lehetőségünk egy ilyet kutatni, mondhatni véletlenszerűen került elő, egy illegális fémkeresős talált a Vác melletti Masszájhoz tartozó Szarvashegy aljába ennek a lelethorizontnak az elemeit mutató érmeket, és hát eltelt több hónap, amíg mi erről tudomást szereztünk, és hitelesítő ásítást tudtunk végezni a helyszínen, és ez alatt ugye ők többször kiárt, illetve a társaival többször kiárt, és további leleteket mozdított ki a helyiből, tehát nem sikerült mindent eredeti kontextusában föltárni, de így is elég jó eredményekkel járt a mi kutatásunk, ami szintén borzasztó nehéz volt megszervezni egy természetvédelmi területen, annál is inkább, hogy ez egy ideiglenes megtelepedés volt, ami egy barlanghoz kapcsolódott, és egy barlangban kutatás végezni, az egy rémálom minden szempontból, viszont egyetem mutatja, hogy ez egy borzasztó félreeső helyen, aki volt ott, azt tudja, hogy milyen nehéz oda fölkapaszkodni, volt, akit úgy húztunk föl kötéllel,
egy 45 fokos lejtő volt az előtere ennek a barlangnak, és hát ugye a meredék maga ez a barlang szája, amit látható, egy család éppen, vagy esetleg két család tudott meghúzni benne, és a barlang előterében négy különböző rejtést sikerült azonosítanunk. Itt látható egy alaprajz, három szelvényt is nyitottunk, hát kultúréteget nem találtunk, ami ugye megint azt jelzi, hogy itt nem egy életvitelszerű megtelepedésről volt, van szó, de hát egy ilyen helyszínen nem is lehet élni. Viszont kerültek elő kerámiák, néhány fazéknak a töredéke, és az, hogy ugye töredékesen jön elő, talán utal arra, hogy picit hosszabb ideig is ott tartózkodtak, mert egyébként ugye miért tört volna össze. És találtunk tűzhelynyomokat is részben a barlangban, részben a barlang előterében, és ugye sikerült azonosítani ezt a négy rejtést, tehát két éremkincs volt, illetve két vasdepó lelet, az egyik egy nagyobb éremkincs külföldi érmékkel, a másik inkább magyarországi harmadik illa tenárok voltak. Itt látható nem az összes lelet, csak egy válogatás. Az, hogy ezek rejtések voltak, ugye abból tudunk következtetni, hogy a vastárgyak egymásra helyezve, egymásra deponálva kerültek elő. A leleteken látszik, hogy ugyanez a korszak, tehát egy ilyen ellenzőlemezes sarkantyú került elő, egy kék kőberakásos kerekcsat, ami szintén gyakori lelete ennek a korszaknak, halászcsat, került elő késtok merevítő, illetve kések, amelyek akár fegyverként is, illetve mindennapi használati eszközként is értékelhetőek. Hát ezek alapvetően a korabeli divatot mutatják meg, illetve ezek korabeli faművelő eszközök, viszont került elő két nyílhegy is. Az előbb ugye itt látszott restaurált állapotban, itt restaurálatlan állapotban mutatom ezeket a páncéltörő nyílhegyeket, ami azt jelzi, hogy itt nem csak egy menedékről van szó, hanem egy konfliktus helyszínről is, és abból a tényből kiindulva, hogy ezek a rejtések, ezek bent maradtak a földben, ugye következtethetünk erre a mikrotörténetre, amit lejátszódott a lakosság, talán a szomszédos Gyada falu, vagy éppen a Váci lakosságból egy-két család ugye itt húzta meg magát, és valószínűleg felfedték a rejtekhelyüket, és elpusztították őket. Ugye ezekre az adatokra a történeti forrásokból nem nagyon tudunk következtetni. Tehát itt ezért nyer jelentőséget a régészet, mert egy olyan régióból hozott adatokat a tatárjárásra, amely ugye megjelenik az írott forrásokban, mondjuk nem az eseményeknek a fő sodrában. Azt ugye tudjuk, hogy a Vácot még a múlt csata előtt felprédálták a mongoloknak az előrsei, és hiába zajlott le Vácon egy 5 éves tervásatás, tehát Tamatis Arolta vezetésével, nem sikerült megfogni egyáltalán a mongoldulásnak a jeleit, viszont a várostól nem messze előkerült egy ilyen helyszín. Több térképet csak azért mutatom, hogy az erdők, amelyek elég nagy számban vannak ugye, ezeken a részeken, még további potenciális rejtekhelyeket foglalhatnak magukban, illetve a kutatás számára is rendkívül izgalmas még, hiszen ezeket ugye nem építették be, nem művelik, a zavar elfedi, tehát itt nagyon-nagyon sok új lelet várható, és ahogy ugye be is jártak ezeket a helyszíneket, ténylegesen kerültek elő további középkori emlékek, amelyek arra utalnak, hogy ezek az emberek élték az erdőt, használták az erdőt, tehát itt további kutatásokat érdemes végezni. Egy másik mikroregionális történetet szeretnék még mutatni, ez az Ócsai tájvédelmi körzetben lokalizálható. Itt 2015-16-ban folytattunk szisztematikus kutatásokat. Itt az volt a cél, hogy egy 3600 hektáros terület teljes egészét módszeresen lejárjuk, fémkeresőkkel, illetve anélkül is. Itt látszik ezek a kis vörös pöttyök, azok a lelőhelyek, amelyek telepbejárásaink előtt ismert a kutatás. A lilák azok, amelyeket ugye a bejárások során azonosítottunk, és itt a kiinduló pont is érdekes, mert ez egy olyan ökológiai egység, ami a történeti korokban is egy zárt történeti földrajzi egységet alkotott. Itt a tájvédelmi körzetben sikerült megőrizni egy kicsit az ős tájat, tehát itt nem sikerült a mocsaraknak lecsapolása, ezt nem építették be, nem húztak rajta át autópályát, nem épültek rajta házak, tehát ezek a lelőhelyek nagyon-nagyon jól hozzáférhetők, kevesen pusztultak, és az elsők, akik ezekre a lelőhelyekre
rámentek és kutatást kezdtek végezni, amatőr fémkeresősök voltak, és ilyen mi szerencsénk az, hogy ezeket a leleteket azonnal behozták és megmutatták nekünk, úgyhogy egy idő után azt mondtuk, hogy érdemes itt egy célzott kutatást folytatni, és ez elég jó eredményekkel járt. Még azt kell tudni, hogy ez a terület, ez a középkorban is egy birtoktest volt, ez a csőti lemontrei monostornak a birtoktömbje volt, tehát határjárások is vannak a 13. század második feléből, ahol leírják a középkori falvakat, és ezeket a falvakat gyönyörű szépen meg tudtuk feleltetni a telepbejáráson megtalált falvaknak. Ami érdekes számunkra, az a Hajtúrján Várszigeti lelőhely. Itt mutatom a helyszín. Ez a Dunának egy elmocsarasodott mellékága, ahol egy kis dombszerűen emelkedik ki ez a korabeli sziget, tehát az Árpád korban, középkorban ez egy sziget lehetett, hiszen vannak adataink még a középkorból, újkorból, hogy malmok üzemeltek a sárvíz mellett, és ez egy borzasztó nehezen megközelíthető terület jelen pillanatban is, és az lehetett akkor is. Tehát itt látszik, mutatom a környezetet, hogy ide bejutni csak télen lehet, amikor ugye az aljlenézet kicsit eltűnik, illetve nagy szárazság idején egyébként meg elég ígérő a víz. És egy ilyen helyen sikerült találni fémkeresővel frízati denárt, illetve egy mérleg serpenyőt, és más nem. Hát itt előkerült néhány, talán egy vagy két darab árpádkori kerámia töredék, illetve néhány bronzkori kerámia töredék, és itt is az a tény, hogy ez egy ilyen borzasztó nehezen megközelíthető helyszín, nincsenek más megtelepedésre utaló nyomok, csak ezek a viszonylag értékesnek számító fémletek arra utalnak, hogy itt is egy rejtés történt, tehát hogy ezt is legnagyobb valószínűséggel menedékként használhatták a tatárjárás ideje alatt. Itt is egy kicsit világosabb lesz a kép, hogyha a nagyobb tágabb perspektívában szemléljük a dolgokat, mégpedig ugye a terepbejárásainknak az eredményeit mutatom. Ezek a térképek hát elég összetett információkat hivatottak megjeleníteni. Egyrészt a terepbejárásokkal sikerül nekünk azonosítani a lelőhelyeknek a kiterjedését. Másrészt ugye nagyon sok fémlelet jön elő, és remélem a régész kollégák bólogatnak, hogy ezek nagyon élesen keltezhető tárgyak. Ami azt jelenti, hogyha mi ezeket térképre pakoljuk, különböző évszázadokra bontva, nagyon jól kirajzolódik a településeknek a dinamikája. Tehát, hogy nézett ki a településeknek a megszületése, a virágkora és az elsorvadása, és ugye ezt követhetjük nyomon a következő diákon. Azt látjuk, hogy még a korárpád korban, 10-11. Században orványos megtelepedésekről beszélhetünk, viszont nagyon sok volt, tehát így 10-11 különböző helyszínen találtunk nem csak fémeket, hanem kerámia töredékeket is, ami minden egyes helyszínen egy vagy két lakóépítménynek a létét feltételezi. Addig az Árpád-kor közepéről, tehát látszik, hogy sokkal intenzívebb volt már az anyag, tehát nem csak egy-két kerámia töredék, hanem tucatjával kerültek elő kerámia töredékek, kerültek elő pénzek, amelyek szintén jól keltezik ezeket a településeket, illetve a szokványos árpád-kori leletek, buzogány, egy korpusz, illetve több is, amelyek azt mutatják, hogy a sárvíznek ezt a belső részét, tehát a mocsarat az Árpád-korban nagyon-nagyon intenzíven belakták. És itt is kimutatható volt a folyamatosság. 13-14. Században ezek a települések éltek, és az elsorvadás egy később időpontra tehető, a késő középkorban, 15-16. Századra, amikor valószínűleg más tényezők befolyásolták ezeknek a településeknek az eltűnését, mint a tatárjárás, nevesen a templomos helyeknek a település integráló hatása. Illetve beszélhetünk arról is, hogy a késő középkorban kicsit nedvesebb és hidegebb volt az időjárás, lehet, hogy annyira feljött a talajvíz, hogy a mocsáron belül ezek a települések már nem voltak lakhatóak, illetve a szántókat már nem lehetett használni. Tény az, hogy a mocsár belsejében egyetlen egy tanyahelyet, a cibakházát sikerült azonosítani, ahol még középkori érmek, illetve leletek kerültek elő, illetve a Dagasi úti réten került elő néhány érmed, az biztos, hogy nem volt megtelepedés. Tehát, hogyha a tatárjárásnak az eseményét egy ilyen mikroregionális település történetbe szemléljük, tehát több száz évnek a viszonylatában, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a tatárjárás igazából nem befolyásolta a településeknek sem a szerkezetét, sem a település hálózatot. Tehát itt sokkal inkább más párhuzamosan lezajló folyamatok voltak azok, amelyek befolyással bírtak a települések életére. Ugye ebből a régióból két adatunk van,
a tatárjáráskori pusztításra. Az egyik ez a tengészeti típusú adat, ami a Nagy Túrjánvár szigeten került elő, a Vérleg, illetve a Denár. A másik egy történeti adat, az Inárcsra vonatkozik, ugye történészek gyakran hivatkoznak az Inárcsi szállásadó jobbágy fiúk esetére, akiket ilyen több fázisban történő kiváltságolás után sikerült a királyi szernyenseknek a sorába emelni, és egy 1263-as oklevél azt írja le, hogy azért folyamodnak a királyhoz, mert az ő földjeiket a tatárok elpusztították, és a szegénységük miatt szeretnék kérni, hogy az előkelők sorába emeljék őket. És ha megnézzük a topográfiai helyzetét Inácsnak, illetve a Nagy-Túrján várszégetnek, így is eléggé világosan kirajzolódnak itt a mikroesemények. Hát ugye Inács az öregországút mentén helyezkedik el, ami ugye Kecskemét felé vezetett, a hadak útjába esett, tehát egész biztosan volt, megfordult ott a tatár, és fel is dúlták. Viszont ez is túlélte a csapást, tehát egész egyszerűen nincsen olyan településünk, ahol a tatárjárást úgy értékelhetnénk, hogy a véget vetett a településeknek az életének. Most a következtetésekhez érve szeretnék még röviden visszautalni még egyszer a kincsleletekre. Azért érdekes ez számunkra, mert a határjárás egy olyan időszak, ami egy lelet horizontként jelenik meg, ami nagyon élesen belevilágít a korabeli gazdasági és társadalmi viszonyokban. Sokkal inkább lehet persze gazdasági viszonyokra következtetni, mint a társadalmi rétegződésre, de azzal is lehet próbálkozni. Tárgyak alkalmasak arra, hogy külföldi kapcsolataik révén egy kicsit hozzájáruljanak ahhoz, hogy feltérképezzük a Magyar Királyságnak a kapcsolatrendszerét. Nem feltétlenül mindegyik egy presztízstárgy, aminek olyan óriási a relevanciája, viszont hogyha megnézzük a nyugat-európai, közép-európai egyéb publikációkat is, azt láthatjuk, hogy a középkori tárgyak azok internacionális tárgyak. Tehát hogy körülbelül nem feltétlenül ugyanazok a típusok, de sok esetben ugyanaz az egy tárgy jutott el több száz kilométerre, és hogyha ezeket térképre rakjuk, itt például a bal alsó sarokban egy ilyen térképet láthatunk, ahol igazából nem az Árpád-kör, hanem a késő középkori tárgyakat, presztízs tárgyakat raktuk föl térképre, egy csomó más típusú következtetést is levonhatunk a településeknek a hierarchiájára vonatkozóan. Tehát ahol ezek a gazdagabb aranyból, ezüstből készült tárgyak sűrűsödnek, ott arra következtethetünk, hogy az a település hierarchiában egy fontosabb pozíciót foglalt el, mint azok a helyek, ahol ilyenek nem kerültek elő. Ez egy elég direkt következtetés, viszont, hogyha megnézzük, hogy az írott források ebben a tekintetben mit mondanak, akkor is azt látjuk, hogy ezek azok a települések, amelyek ténylegesen megjelennek az írott forrásokban is, akár többszöri említésen is. A kicsiletek esetében, tehát még egyszer arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ezeket is lehető legtágabb perspektívában érdemes szemlélni, illetve hát ugye ez vonatkozik a mikroregionális kutatásokra. Ezeknek a településtörténeti kutatásoknak a jelentősége abban áll, hogy több száz éves távlatban tudjuk megfigyelni a településeknek az életét, és sokkal precízebb következtetéseket tudunk levonni a rövid és hosszabb távú folyamatokra. Tehát az, amit mi Vácon, a Szarvashegyen, illetve az Ócsai Tájvédelmi Körzetben régészeti adatokkal meg tudtunk figyelni, ezek lokális események. Ezeknek a jelentősége lokális, nem az országos nagy események sorába tartozik, viszont az ilyen eseményeknek az összefűzéséből tulajdonképpen tatárjárásnak az esemény sorát lehet rekonstruálni. Lehet rekonstruálni azt, hogy konkrétan milyen településeket ért és milyen mértékben a tatárjárás. Még egyszer szeretnék visszautalni ugye a hálózat kutatását, tehát hogy a településeknek a kutatása ugyanolyan indikátor, mint a kolostorok, vagy a várak ebben a tekintetben is, viszont ugye ténylegesen el kell végezni a telepbejárásokat, el kell végezni a feltárásokat, hogy megismerjük ezeknek a településeknek az életét és a keltezését. Végül ugye arra szeretnék utalni, hogy ezek az adatok teljes egészében összhangban vannak azzal a tétellel, amivel történettudomány vagy a régészet már régebb óta szembe került és hangsúlyoz, hogy a 13. századi
falvaknak a pusztásodását nem lehet a tatárjárás számlájára írni, hiszen olyan átalakulási folyamatok zajlottak le, amelyek a 13. század elejétől kezdve egészen 14. században mélyen belenyúlva folytatódtak, és itt meg lehet említeni ugye a gazdasági rendszer átalakulását, technológiai újításokat, templomoknak az építkezését, és ugye az a benyomásom, vagy az a benyomásom, hogy a tatárjárás tulajdonképpen nem is érintette olyan mélységben a települési hálózatot, vagy a települések belső szerkezetét sem, mint ahogy azt eddig feltételezték. Például eléggé logikusan adódna a felvetés, hogy tatárjárás után elkezdik megerődíteni a falvakat. Erre nem nagyon ismerünk régészeti adatot, nyilván vannak a templomok megerődítésére vonatkozó adatok, de a körülárkolt, sáncolt falvak sokkal inkább a korábbi időszakban voltak jellemzőek, és ezért is mutatom itt a kecskeméti Mercedes gyárnak a feltárásából ezt az Iker falut, ahol mind a kettőt ilyen árokrendszer vett körbe, és hasonló típusú régészeti emlékeket én magam is találtam lecsésem. Tehát még egyszer ugye azt lehet mondani, hogy a 13. században a településeknek a belső struktúrájában nagyon nehezen lehet tatárjárást kimutatni, és hát végezetül annyi, hogy a település régészet nem egyetlen adatból dolgozik, tehát nem egy háznak a pusztulásából, nem egy pusztulási rétegből, hanem egy adott régióban zajló kutatásokban az összességéből táplálkozik, és ugye ide tartoznak a terepbejárások adatai, ide tartoznak a leleteknek a kiértékelése, ide tartozik az írott forrásoknak a vizsgálata is, amit hát a saját példámon is csak azt tudom mondani, hogy elég osztadalmas és fáradtságos munka, de talán ez az, ami előbb beviszi a kutatást. Köszönöm szépen a figyelmet. Azt hiszem, hogy mindjárt nevében mondhatom, hogy nagyon köszönjük Szibor előadását, ami az országnak a tatárjárás szempontjából kitüntetett régiójában, mélységében mutatta meg a kutatás lehetőségét és hatását. Általában az előadások után lehetőség van kérdések feltételére, megfogalmazására, vagy hozzászólásokra, ez természetesen ugyanúgy vonatkozik az online csatlakozó érdeklődőkre, mint azokra, akik személyesen itt vannak, tehát szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg hozzászólás akár a személyesen jelenlévők, akár az online jelenlévők köréből. Ja, itt a lista van. Akkor. Első körben akkor hadd kérdezzem meg, mert ugye itt egy borzasztó részletes mikrovizsgálatot láttunk, vagy kutatások bemutatását alapvetően szűk régióra vonatkozóan. Csak az összehasonlítás miatt, vagy ellenpróbaként van olyan régió, ahonnan ugyanebből az időből ennyi akár fémkeresős kutatás rendelkezés, eredménye rendelkezésre áll? Adatok összetésülve, és nincsenek ilyen szempontból értékelve. Hát őszintén remélem, hogy a ezután következő tatárjárás konferenciákban és kötetekben az ilyen típusú vizsgálatok is hangsúlyozzák. Tehát ugye topográfiai kutatást ismerünk, számtalan ásatás is van, egész egyszerűen ezeket az adatokat összeszállítani és kérdezni. Tehát konkrétumot most nem tudom mondani, de mondjuk egy pár hétvonal utána nézem. Köszönöm szépen.
Az első kérdésre igazából az ellenpéldákat ismerjük, tehát amikor ténylegesen elpusztítják ezeket a helyszíneket, az, hogy valami megmenekül, annak nem tudom, hogy milyen régészeti nyoma lehetne. De egyébként nehezen tudom elképzelni, hogy az Alföldön hagytak ilyen bizonytalan pontokat maguk mögött a mongolok, ugye a leírásokból inkább ugye az derül ki, például a Pereg esetében is, hogy addig ostromolták, addig küldték le egyébként a saját honfitársaikat ezekre a megerődített helyekre, amik teljesen ellenfoglalták és ellenpusztították. Tehát valószínűleg nem az volt a célja a mongoloknak sem, hogy az egész országot teljes egészében elpusztítsák, viszont korábban soha nem tapasztalt mértékben sikerült nekik ez. A másik kérdés, hogy is volt a gazdasági kapcsolatok, hát olyan rövid ideig voltak benne, itt megint csak az írott forrásokra kell utalni, hogy valamilyen típusú berendezkedése azért a mongoloknak volt ez a kenézrendszer, amit ugye felállítottak, ahol ilyen a tatárállet magyarok vezetése alatt próbálták igazából úgy igazgatni az országot, hogy az gazdaságilag számukra jó legyen, tehát hogy a terményt ezt el tudják vetni, ezt be tudják hajtani, illetve hogy el tudják látni ugye a saját hadseregüket, meg az állataikat. De arra vonatkozom, hogy ez alatt a rövid kampány alatt bármi ilyen típusú kapcsolat kialakult volna, arra szerintem nincs adat. Viszont itt azt kell hangsúlyozni, hogy a mongol birodalom, később ugye az Aranyhorda, ahol kialakította később a bázisát, ott nagyon komoly geopolitikai változásokhoz vezetett. Az, hogy ők a saját területeiken kereskedelmnek a biztos folyását biztosították, egy csomó olyan államalakulat felemelkedéséhez vezetett, amelyek ugye korábban nem jutottak szerephez. De ez egy más típusú megközelítés a dolog, egy másik körben. Csak egy rövid megjegyzés erejéig szabad ehhez kapcsolódni. Tehát aminek, ha jól gondolom, meg jól tudom, nyomai vannak, az az ellenállás. Adott esetben, tehát ugye a szangnál és így tovább, tehát ugye helyi ellenáll, kis erődített helyek és ellenállási gócok, vagy ellenállási pontok. Az, hogy ez sikeres lett volna, hallottuk, hogy ez régészetileg nehezen igazolható, illetve hát ugye amiről tudunk ezeket, ugye akár a szanki példa, ez tudományos közleményekben és más formában is erről elég sok minden megjelent az első időben, az, hogy a heroikus ellenállás végül is sikerre nem vezetett a dolgom. Akkor az online résztvevők se a személyesen résztvevők közül több kérdés nincs. Még egyszer köszönjük szépen az előadást, és akkor ismét hagy hívjam meg a jelenlevőket a mostani szemeszter utolsó előadására, ami június 5-én fog következni. Bony István professzor úr, a Szegedi Tudományi Egyetem tanára, a Szegedi Egyetem tanára fog beszélni az európai mongol hadjárat helye a mongol hódítási hullámokban és a Magyar Királyság elleni mongol támadás oka címmel. Azt hiszem, hogy mind az előadó személye, mind a téma miatt érdekes és fontos előadás lehet minden érdeklődött orvosnak. Köszönjük a mai előadást!